Április 11-én a kora reggeli órákban egy várajai család több tagja tett bejelentést a rendőrségre, mert egy ismeretlen az éjszaka folyamán a házuk udvaráról ellopta a tulajdonukban lévő autót. Még kora reggel kiderült, hogy az édesanyának a pénztárcája is eltűnt a benne lévő 25 ezer forinttal. A gyanú gyorsan a család egyik tagjára, egy 28 éves férfira terelődött, aki nemrégiben szabadult feltételesen a börtönből. A kollégáim azonnal a jármű keresésére indultak, és néhány órával később Bonyhádon a polgármesteri hivatal környékén megtalálták a járművet, és mellette az eltűnt férfit is. Kollégáim a férfit azonnal igazoltatták, aki elismerte, hogy az éjszaka folyamán ő vitte el a család udvarából az autót, illetve azt megelőzően alkoholt is fogyasztott. A férfi elmondása szerint az éjjel italozás közben támadt az az ötlete, hogy elmegy kocsikázni annak ellenére, hogy soha nem volt jogosítványa. Előbb Pécsre ment, ahol alkoholt vásárolt és tankolt az autóba, majd visszaindult Bonyhádra. Végül az egyenruhások itt fogták el. Ruházatának átvizsgálásakor az ellopott pénztárca is előkerült üresen. Miután kollégáim a férfit kihallgatták, elengedték, azonban nem tudott leállni, hiszen még aznap este újabb bűncselekményt követett el, amikor Nagymányokon egy autóból kivette egy pénztárcát, benne 21.500 forinttal, illetve egy mobiltelefont is ellopott. A helyszínre érkező rendőrök ismét elfogták az elkövetőt, és megtalálták nála az eltűnt értékeket is. Ekkor azonban az egyenruhások már nem engedték szabadon, őrizetbe vették, és a bonyhádi rendőrök eljárást indítottak ellene.